Hello Zoltán, Ereg is back. Mivel elértem a 20 000 feliratkozót, nagyon szeretném megköszönni a nézőiknek, hogy feliratkoztok. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtekintették a videóimat és feliratkoztak rá. A mai napon angol kiállnőnek a kedvencét, a teát fogom elkészíteni. Hozzá pár falat finomságot is csinálok. Tához még néhány videóképpen szeretnék megmutatni, honnan szereztem be a ártézi vizet. Békési ártézi kúr, most itt hozzunk egy kis vizet a teáfőzéshez. Akkor ártézi vizet. Ó Istenem, már nem elfeltettem alumíniumba. Alumínium teafőzőt nem lehet feltenni egy indukciós sütőre. Hát már alumíniumba főztem teát. Mivel is kezdjük a teafőzés, ártézi vízzel, amit nem hozzá szereztem be. Már nem elfeltettem, nem lehetett volna. 2 liter ártézi víz. Hát akkor még be is indítsa az indukciós sütőt. Bekapcsolni. Menü. Ez a 600 fokó. Nem. Megint menü. 240 fokó. Tepelet áttesszük. Van nem. Ő is egy alumínium teafőzőből kezdtem el főzni. Akkor kicsit kell hozzá. Azt hiszem néhány pár perc. Ügyek van a párásodban, igazán emberek, már kezd melekedni. Eltelt néhány pár perc. Kezd melekedni a víz, akkor tesszük hozzá a cukrot. Tehetnék hozzá édesítő szert is, de ez állítólag rákerül segítő, ha nem is tudom. A cukor tudom koleszterin, de mit tud tenni? Cukor a jó a tea. Amikor kezd felmelegedni a víz, akkor érdemes hozzáadni a cukrot. Összekavarjuk. Meg is kell kóstolni. Még kell hozzá tenni. Na, kikapcsoltam életem. Thank you.
szeretem, annyi elég is lesz. A tetőt visszatesszük, és még főzünk. Ráhullatul, sok idő kell te, ahogy meg főzünk. Az elviszem a 100 fokra. Mondhatom, 140-ig lesz. Mondhatom, most elég jó, elkezdtek forni. Nem tudom menni ide, ford már. Akkor most egy filter főmotorteát teszünk bele. Vissza a tetejét, és ki lehet kapcsolni. Ki is van kapcsolva. Teához! A teához kéne valami más is, mert teá egymagában nem sokat ír. Most egy francia receptre fogunk elkészíteni. A, nem is tudom, hogy is híja. Minek híja? Ja, kanapé. Az a valami által, nem tudom milyen hasonlítás, ezt fogunk elkészíteni. Mi is kell hozzá? A kanapéhoz. Kipli. Én most paprikát adok hozzá. Pájzsi, uborka, mustá, és főleg nem maradhat ki a, hogy is ilyen tömlősat. Na akkor, kezdjük is el. Kiflit felszereteljük. Azt hiszem, annyi elég lesz a kanapéhoz, kanapé. Akkor kezdjük a, azt hiszem, a tömlősajttal kezdjük. Megkenjük a kiplit. Te, hogy csak kell valami más is. A te egymagába. A francia. Kaja nem tudom milyen lehet. Biztos jó lehet. Jobba. Igen.
Na jó. Törlősát megvan, akkor mi is kell hozzá. Kell hozzá egy pázsi, hogy kéne felbontani. Hozzáadjuk pályzsit, hátos szegmár recsek, ez már jó. Hozzá a kanapé, minden el fog készülni, még kell hozzá még, mi is, nem is tudom, mustár azt hiszem. Sart megvolt, pázsi megvolt, akkor jobb most a uborka. Uborka. Hoppa, miért nem volt pázs? A uborka is megvan. Na most tojást nem teszünk hozzá. Tojására lesz a paprika. Erős paprika. Szék a recsek. Na, azt hiszem, akkor még egy kell. Minden egy készül a... Az, nem tudom, által nevezhető francia étel. Francia kaja. Én akkor teszünk rá mustát, most tojást kihagyjuk.
Azt hiszem, a mustár is megvan. Na, akkor mi is kell még hozzá? Szerintem nem kell már hozzá semmit, csak egy valami kell. Minden megkóstolom. Most jó, azt mondom, meg kell kóstolnom is. Csak elkészítettük a kanapét. Francia inec. Nagyon finom. Köszönöm állt hozzá. Kedves Raúl Bói, remélem tetszett ez a videó. Emelnék be, bemutatta az angolok kedvencét, a teát, és a francia egyik leghíresebb kedvencét, a kanapét. Au revoir! Ha remélem tudtam ebben a kis rövid videóval segíteni, egy jó ötletet adni a kaja készítéséhez, akkor már csak nem tudom mit tenni, akkor most már elköszönöm. Hello, 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 sziasztok!